Vadászkürtagja törte meg a csendet Tamásiban a Miklósvári tónál található Szent Hubertus kápolnánál. A helyi vadásztársaság összevont gím és dám trófea szemlét tartott, ahova nem csak a szakma képviselőit várták. Az ünnepélyes esemény alkalmával Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a tavaly megrendezett világkiállítás egyik pozitív hozadékáról beszélt. A világkiállítás jó alkalom volt annak a bemutatására, hiszen csak Budapesten 616 ezer látogatónk volt a Hungexpón, és országszerte 1,6 millió ember látogatott ki a különböző rendezvényekre, hogy ha jól mutatjuk be azt a tevékenységet, amit a vadgazdálkodásban dolgozók, illetve a vadászok folytatnak, akkor azt a hétköznapi ember is megérti és elfogadja. A rendezvényen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a vadásztársaságok munkája az egész ország számára nagyon fontos. Látjuk azt, hogy milyen energiaválság van az egész világon, kiemelten pedig itt Európában és Közép-Európában is, amely bennünket érint. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ebből a lakosság minél kevesebbet érezzen, és hogyha nem lennének az állami erdőgazdálkodók, illetve gazdaságok, akkor úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb dolgunk lenne, és a lakosság is sokkal nehezebb helyzetbe kerülne. A társaság több évtizede szervezi meg a trófea szemléit. A vadászok kiváló területnek tartják Tamási környékét az itt élő vadállomány, leginkább a dámszarvasok miatt.